Az információ biztonság, a kiberbiztonság az egyik legnagyobb kihívás a XXI. században. Folyamatosan jönnek olyan újabb és újabb fenyegetések, melyekre innovatív és új megoldásokat kell adni. Ezek az innovatív megoldások mindenképpen magukkal hozzák az új típusú technológiák, mint például a nagy adatokból való építkezés és az erre épülő mesterséges intelligencia használatát az információbiztonságban. Egyben lehetőséget kínálnak arra, hogy a közeljövőben megjelenő és akár a már rendelkezésre álló mindenféle technológiák jól használhatóvá, vál, jól használhatóvá váljanak az információbiztonsági védelem kialakítása során. Ennek érdekében az Európai Unió a 2021 és 27 között kezdődő időszakban kiemelt fontosságúnak tartja a kiberbiztonsági innovációkat. Az előadásban erről fogok néhány szót ejteni, bemutatva a kiberbiztonsági kompetenciahálózatok elméletét, illetve bemutatom, hogy milyen kutatásfejlesztés innovációs lehetőségek lesznek a következő évtizedben. Először is ismertessük a trendeket a kiberbiztonságban, hiszen az elmúlt 10-15 évben jelentősen alakultak át azok az alaptechnológiák, melyeket meg kell védeni. Ezekben akár a 2010-es években tömegessé vált közösségi hálózatokat, hordozható eszközöket, vagy éppen a felhő számítástechnikát tudnám példának említeni. De körülbelül 2015-től kezdve megjelentek azok az ezekre épülő új technológiák, melyek új szemléletű, új típusú kibervédelmet igényelnek. Ezek az új disztruktív technológiák elsősorban a már említett mesterséges intelligencia és robotika területén jelennek meg, hiszen a mesterséges intelligencia nem csak lehetőséget ad az új típusú kibervédelem fölépítéséhez, hanem olyan kihívásokat is jelent a mesterséges intelligenciát használó alkalmazások védelmére, melyet egyenlőre felmérni sem tudunk. A robotika, illetve az emellé megjelenő eh, okos hálózatok, a dolgok internete, Szintén egy korábban nem látott problémát és kihívást okoz az információbiztonsággal foglalkozó szakértők számára. Emellett észre kell vennünk, hogy a kibertámadások az utóbbi időben a végfelhasználók és az olyan jól ismert iparágok, mint például a bankszektor, illetve a közszolgálat után egyre inkább a gyártás és az alapvető közművek irányába tevődik át. Tehát meg kell figyelni, hogy az olyan speciális rendszerek, melyek a közműszolgáltatásban állnak rendelkezésre, vagy a gyártásban állnak rendelkezésre, szintén meglehetősen vétlenek a kibertéri fenyegetésekkel Szemben. Itt ugye gondolni kell azokra az ICS-kádarendszerekre, melyeket a gyártásban, illetve a közműszolgáltatásban használnak, és melyeket nem egyszer, akár évtizedekkel korábban állítottak üzembe, és adott esetben olyan operációs rendszerek futnak rajtuk, melyek már régen nem támogatottak. De gondolni kell arra, hogy ezek az iparágok is éppen átélik a negyedik ipari forradalom újdonságait, és megjelennek azok, az új típusú megoldások, melyekkel a gyártás, illetve a közműszolgáltatás is okossá válik, megjelennek a Smart City, például az okosvárosok, melyek mind-mind alkalmazzák ezeket a speciális információs rendszereket, sokszor a megfelelő alapfokú védelem nélkül. Ezeken a területeken tehát új típusú kibervédelmet kell, új típusú kibervédelmi mentalitást kell megvalósítani, miközben egyébként az információbiztonsági alapelvek itt is változatlanok. A másik olyan trend, amire föl kell figyelnünk, az az, hogy egyre több szabályozott iparág jelenik meg. A pénzintézetekben és a kormányzati szektorban nagyon régóta rendelkezésre állnak olyan szabályozók, olyan jogszabályok, melyeknek meg kell felelni az tartozóknak. Viszont az Európai Unió direktívái, itt elsősorban a GDPR-ra kell gondolni, illetve a hálózati és információs rendszerek direktívájára, ezek gyakorlatilag mindenkit behúztak a kötelező kibervédelem ernyű, alá, függetlenül attól, hogy milyen szektorban dolgoznak, amennyiben ők létfontosságú rendszereknek vagy személyes adatkezelőnek minősülnek. Emellett pedig vannak olyan iparágak, meg melyek se nem szabályozottak, se nem annyira föltűnő a új típusú technológiák megjelenése, mint a korábban említett iparágokban, de mégis igen komoly problémát tudnak jelenteni az itt folyó, sokszor radar alatt folyó fejlesztések. Gondolok itt például az orvosi technológia átalakulására, a mettekre, és a Koronavírus idején különösen izgalmas megemlékezni arról, hogy milyen lehetőségeket rejt magában például a betegadatoknak a feldolgozása, vagy pedig a robotizált, automatikusan működő orvosi műszerek, orvosi eszközöknek a felhasználása. Viszont ezek is hálózatba vannak kapcsolva, ezek is jelenthetnek olyan kibertéri problémákat, melyeket még ma meg kell oldani, holnap már késő lesz. Ezeken a területeken a szabályozásokat nyilvánvalóan meg fogja hozni mind az Európai Unió, mind pedig a nemzeti, megfelelő nemzeti hatóságok, ám ezekre egyelőre nem vonatkozik olyan kötelező előírás, mely megkövetelni az érintettől az információbiztonság kialakítását. A nagyvállalatoknál azt lehet látni jelenleg, hogy a szabályozói nyomás igen nagy, és a legtöbb nagyvállalatnál nagyon jól kialakított információbiztonsági kultúra alakult ki az elmúlt kb. 20 évben. Ezek a vállalati igények Egyértelműek, a legtöbb esetben szabályozásokból erednek, illetve azokban az iparágokban, melyek sokkal jobban kitettek a kibertámadásoknak, mint a többiek. Ezeknél megvan a kultúrája annak is, hogy milyen módon építsék fel a megfelelő információbiztonsági irányítási rendszert. A nagyvállalatok mellett azonban számos más érintettje is lehet a kibertámadásoknak, és itt gondoljunk elsősorban a kis és közepes vállalkozásokra, akiknél az információbiztonság egy olyan terület, melyet kevéssé vagy egyáltalán nem foglalkoztak eddig. De a már említett szabályozások, főleg a GDPR miatt, ezen a területen is fontossá válik az, hogy elérhető és számukra könnyen használható információbiztonsági megoldások jelenjenek meg. Ezeken a területeken a szabályozás e, ugyan megvan, viszont a megfelelőségi nyomás, azaz konkrétan a hatósági ellenőrzések és az ezekből eredő potenciális büntetések egyáltalán nem jellemzőek ebben a pillanatban, már, bár vannak már erre példák. Ennek ellenére e, mindenképpen fontos látni, hogy a kis és közepes vállalkozások túlnyomó többsége is információs rendszerekkel dolgozik, működésig információs rendszerekre épül, így esetükben is elengedhetetlenül fontos az információ biztonsági kultúra fölépítés.

aztán ne felejtkezzünk el a magánszemélyekről sem, hiszen jelenleg több mint 4,5 milliárd ember használja az internetet, mind-mind olyan eszközökkel kapcsolódnak a világhálóhoz, melyek információbiztonsági felkészültsége kérdéses, arról nem is beszélve, hogy a magánszemélyek túlnyomó többsége nem ismeri a kiberhigiénia alapvető fogalmait, így potenciálisan mind saját maguk veszélyben vannak, mind pedig ezekkel a nem megfelelően felkészített eszközökkel és tudással veszélyt jelentenek a többi internetezőre az internet teljes struktúrájára vonatkozóan. A koronavírus miatti karanténban, hát főleg ezekre a magánszemélyekre kell természetesen odafigyelni. Sajnálatos módon jelenleg a piacon nagyon kevés olyan termék van, mely kimondottan a magánszemélyeket, vagy a kis és közepes vállalkozásokat célozná meg. Éppen ezért fontos, hogy főleg Európában olyan innovatív megoldások jöjjenek létre ezen célszemélyek számára, melyek a következő évtizedben hatékonyan tudják feljebb húzni a teljes kiberbiztonságot ezeken a területeken, illetve ezekben a célközönségekben. A kiberbiztonság Európában jelenleg meglehetősen lemaradott az olyan versenytársakhoz képes, mint az Egyesült Államok vagy Kína, illetve eh, itt még ugye fontos megemlíteni Izraelt is, ahol gyakorlatilag az információbiztonság eh, és a kiberbiztonsági fejlesztéseknek egy nagyon fontos és nagyon jól eh, definiált és nagyon jól felépített kultúrája eh, honosodott meg. 2018-ban az Európai Unió készülve szabályozásaira felmérte, hogy hány olyan kutatásfejlesztéssel foglalkozó intézmény intézet van az Európai Unió tagállamaiban, akik kimondottan kiberbiztonsággal foglalkoznak. Azt lehetett látni a válaszadásból, hogy még mondjuk Németországban és Franciaországban, vagy éppen Spanyolországban meglehetősen sok olyan intézmény van, ahol kiberbiztonsági kutatásfejlesztés innovációval foglalkoznak. Kelet-Közép-Európában, így Magyarország. Is, ezen intézmények száma alacsony. Ez azt is hozza magával, hogy a globális versenyben, ahol hatalmas országokkal és hatalmas tudástőkével kell versenyezni az európai, Iparágnak nem igazán van meg az az alap, amire föl lehet építeni a saját információbiztonsági piacot, illetve tudásbázist. Miért fontos ez? Azért, mert ugye a negyedik ipari forradalom elterjedésével egyre inkább kitéve leszünk azoknak a gyártóknak, akik nem európaiak, hiszen a hardware tipikusan kínai, a szoftver jellemzően amerikai forrásból jön. Éppen ezért azok a kibertéri veszélyek, melyeket az államok által jelentett támadások jelentenek, gyakorlatilag az európai vállalkozások és az európai államok szinte védtelenül állnak tekintettel arra, hogy nincsen meg az európai információbiztonság sem. Az európai kibervédelem jelenleg nem tud olyan, vagy nagyon kis számban tud olyan eszközöket használni, melyek felhasználhatók a külső, akár kiberbűnözésből, akár pedig állami támadásokból származó támadások ellen. Ezen mindenképpen változtatni kell az Európai Uniónak, ez egy nagyon fontos stratégiai célkitűzése, és éppen ezért szomorú az, hogy a kutatásfejlesztéssel foglalkozó intézmények száma meg meglehetősen alacsony Európában. A felmérés azt is bemutatta, hogy a válaszadók e, túlnyomó többségében a, e, az állami szférából, tehát valamilyen közintézmény formájában jelennek meg. A magánkézben levő piaci alapon működő kutatásfejlesztéssel foglalkozó intézmények száma lényegesen alap, alacsonyabb, nagyjából harmadával alacsonyabb, mint a közfinanszírozású intézményeknek a száma, és ennél még alacsonyabb azoknak a PPP konstrukcióban működő intézményeknek a száma, akik mind a magán, mind pedig a köztudását és tőkéjét felhasználják a fejlesztés során. Az Európai Parlament és az Európai Tanács éppen ezért fontosnak tartja azt, hogy stratégiai szintre emelkedjen a kutatásfejlesztés a kiberbiztonság területén, és 2019-től kezdve történik egy olyan jogszabályalkotás, melynek célja a kutatásfejlesztés innováció további támogatása és bátorítása az Európai Unió területén. Az úgynevezett Cyber Security Act, azaz kiberbiztonsági jogszabály, mely 2019. április 17-étől érvényes, éppen ezért már megágyazott annak a lehetőségnek, hogy az Európai Unió a különböző finanszírozási keretein belül kiemelten foglalkozzon a kiberbiztonsági innováció támogatásával míg az Európai Parlament és Tanács 2019 per 881-es rendelete az enisa az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről és az Információs Kommunikációs Technológiák Kiberbiztonsági Tanúsításáról, valamint az 526 per 2013 per EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, Egyelőre csak a háttérintézményeket, és itt is elsősorban az ENISZÁT és a kiberbiztonsági tanúsítást helyezi előtérbe, azt régóta lehet tudni, hogy szükség van egy ezen túlmenő innovációval foglalkozó rendeletre is. A szakpolitika eredetileg ebbe a rendeletbe szerette volna berakni a kutatóhálózatokról szóló rendeletet, melynek tárgyalása jelen pillanatban is zajlik, de egyenlőre a tagállamok közötti egyetnemértés, elsősorban finanszírozási egyetnemértés miatt jelenleg ez még nem került szabályozásra. Az viszont egyértelmű, hogy a 2021-től kezdődő Kutatásfejlesztés innovációs keretben, melynek neve Horizont Európa, illetve Digitális Európa lesz, a kiberbiztonság kiemelt szerepet fog kapni. A tervek alapján a következő kutatási érában három pillére fog épülni a kutatásfejlesztés innováció támogatása. Ebből az első pillér a kiváló tudomány, a második pillér a globális kihívások és az európai ipar versenyképessége, míg a harmadik pillér az innovatív Európáról fog szólni. A második pillérben a társadalmat szolgáló polgári biztonság nevű klaszterben a kiberbiztonság nevesítve szerepel, és egy meglehetősen pozitív jövőképet fest azok a kutatás, fejlesztés, innovációval foglalkozó intézményeknek és szakembereknek, akik szeretnék az európai kiberbiztonsági ipart megteremteni. A tervek alapján, az Európai Bizottság javaslata alapján a 2021-27 közötti szakaszban 100 milliárd euró nagyságrendű összegek állnak majd rendelkezésre a kutatásfejlesztés innovációra, és ezen belül a globális kihívások és az európai ipar versenyképessége 52,7 milliárd euróra számíthat. Ezen belül a társadalmat szolgáló polgári biztonság klaszterben szerepel a kiberbiztonság, mely a jelenlegi tudásunk szerint körülbelül 2 milliárd euróval fog részesülni ebből a hatalmas összegből. Az tehát kétségtelen, hogy a forrás meg lesz arra, hogy az európai kutatásfejlesztés innováció kiberbiztonsági területen fejlődjön. A kérdés az az, hogy hogyan lehet mindezt megtenni a CB Insight nevű kutató cég 2019-es felmérése alapján, ugyanis jelen pillanatban a kontinentális Európában, tehát az Európai Unió jelenlegi országai között, nagyon kevés olyan startup van, melyek tudása megüti a nemzetközi mércét, illetve a piaci potenciálja olyan, hogy ezekkel hosszú távon lehet számolni. A CB Insight felmérése alapján, tehát a kiberbiztonság és a legígéretesebb kiberbiztonsági startupok jelen pillanatban az Egyesült Államok területén találhatók elsősorban, emellett Nagy-Britannia és Izrael a két másik olyan szereplő, akikre érdemes odafigyelni. Viszont Európában egyes egyedül egy svájci bejegyzésű cég a Trezorit szerepel, mint ígéretes startup. Mindezt úgy, hogy a Trezorit egyébként Magyarországi alapítású, de jelen pillanatban ők is az Európai Unió területén kívül helyezkednek el, mint jogi entitás. Ez a felmérés is mutatja azt az aggodalmat, miszerint a startup jellegű piacorientált innováció. A kiberbiztonsági területen az Európai Unió területén belül meglehetősen alacsony és igen komoly verseny hátrányjal indul a nagy versenytársakhoz képest. Természetesen számos startup található meg, nem is az a probléma, hogy ne lenne meg az innovációs képesség ezeken a területeken, viszont a piacra jutásuk valószínűsége lényegesen alacsonyabb, mint hogyha ezeket a startupokat az Egyesült Államokban vagy éppen Izraelből indulva jegyeznék be. Meg kell továbbá jegyezni, hogy a ígéretes startupok egy része ettől független európai indítatású, csak a finanszírozás, illetve a piaci környezet miatt elsősorban az Egyesült Államokban indították ezeket útnak, és állították a piaci versenybe, tehát az európai ipar ezekből kevésbé fog profitálni. Még aggasztóbb a kép, hogyha megnézzük szintén a CB Insights elemzését 2014 és 2019 között, hogy melyik országokban mekkora beruházások történtek a kiberbiztonsági kutatásfejlesztés innovációba, és ebből látszódik, hogy a kiberbiztonsági K plusz plusz elköltött összegek túlnyomó többsége kétharmada az Egyesült Államokban jelent meg míg e, szorosan, hát ha nem is szorosan, de e, mögöttük ott áll Kína 5,6%-os részesedéssel, és az Egyesült Királyság 6,5%-os részesedéssel, és egy kis ország, ahol nagyon jól működik a gyakorlatilag az iskolától a piacig tartó kutatásfejlesztés innovációs támogatás, Izrael a maga 6,7%-ával. Tehát ígéretes startupokat lehet találni sok helyen, Európában viszont ez a szám, ez meglehetősen alacsony, ugye 14,4%-kal részesül minden ország, minden más ország a világon a beruházásokból. Itt izrael -e érdemes egy rövid kitérőt tenni, ahol a kiberbiztonsági kultúra gyakorlatilag úgy indul, hogy már a középiskolában megtörténik a pályorientáció. A kötelező sorkatonai szolgálat miatt már a középiskolában arra kondicionálják az erre fogékony diákokat, hogy lehetőleg a kiberbiztonságot válasszák, majd a kötelező sorállomány alatt ennek minden csinyát, binyát kitalálják, és bátorítják az ott lévő kadétokat, hogy ezután a szakosodott műszaki egyetemeken folytassák tanulmányaikat, illetve olyan speciális klasztereket alakítanak ki az országon belül, ahol a egyetemekről kívül ötleteket meg lehet valósítani és ki lehet éles környezetben próbálni. Illetve számos olyan izraeli nagyvállalat, állami tulajdonú nagyvállalat van, akik a hadiparnak gyártanak kiberbiztonsági megoldásokat. Így ezeknél a vállalatoknál is eh, első kézből lehet tapasztalatokat szerezni azok a startupok, azok az izraeli startupok, akik a saját hazai piacon jól szerepeltek, ezután a kapcsolatrendszereken keresztül sokkal könnyebben tudnak megjelenni az Egyesült Államokban, elindítani saját üzletüket, és tudnak olyan meghatározó szereplők lenni a piacokon, mint például a, az információbiztonságban nagyon jól ismert cégek egy jó része. Mi a kihívás Magyarországon? Illetve kicsit tágabb értelemben jövő a kelet-közép-európai régióban, hiszen tehetségeket, jó ötleteket a környező országokban, így elsősorban Romániában, Ukrajnában, illetve Lengyelországban, valamint Észtországban is lehet látni. Az első komoly kihív kihívásunk az az, hogy tehetségekből egyébként jól állunk. A kelet-közép-európai gondolkodásmód nagyon sokban és nagyon jól támogatja a mérnöki gondolkodást. Éppen ezért. Azt lehet látni, hogy a nyugati nagyvállalatoknál is mérnöki pozícióban számos esetben kelet-közép-európából származó mérnököket alkalmaznak. Éppen ezért kétségtelen, hogy tehetségekből jól állunk. A kérdés csak az, hogy ezeket a tehetségeket hogyan lehet bátorítani. Ennek lehet az egyik alapköve az, hogy egy olyan ökoszisztéma épül ki ezekben az országokban, mely már az iskolából, akár középiskolában, vagy legkésőbb az egyetemeken segíti a tehetségeknek a fejlesztését, és a mérnöki tudás mellé egy jól meghatározott üzleti tudást is, vállalkozásindítási tudást is ad a mérnökök mellé. Éppen ezért bátorítani kell egyrészt az iskolai akár egyetemi eh, szinten történő innovációs képességeknek a fejlesztését. Magyarországon egyébként szeptembertől indul több egyetemen is olyan innovációs képzés, mely segítheti ezeknek a, a tehetségeknek a piacra jutását, illetve cég alapítását. illetve segíteni kell azt, hogy a különböző diszciplinákban, különböző tudományterületeken dolgozó szakértők egymással tudjanak dolgozni. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy létrejönnek azok a, úgynevezett science parkok, melyekben nem csak egy egyetem, hanem több egyetem együttesen tudja fölépíteni a saját innovációs ökoszisztémáját, és ezekben a kiberbiztonságot gond nélkül be lehet építeni. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem például a Semmelweis Egyetem által vezetett Science Park részese, és ezen Science Park fejlesztés innovációs központ egyik része a kiberbiztonság az orvosi technológiákban, mely meglehetősen biztató ötleteket tud majd hozni de természetesen az ökoszisztéma nem csak az egyetemistáknak segít, észre kell venni, hogy csak úgy mint Magyarországon a környező országokban is számos úgynevezett security operation center, azaz eh, biztonsági eh, felügyeleti központ működik, mely felügyeleti központoknak a feladata a globális nagy cégek információbiztonsági támogatása. Ezekben számos mérnök dolgozik, akik rálátnak a legfejlettebb, legjobban működő információbiztonsági technológiákra, illetve első kézből tapasztalják meg az aktuális kibertéri problémákat. A startup ökoszisztéma segített abban is, hogy a már tapasztalt, akár 5-10 év tapasztalata rendelkező mérnököknek adjon egy olyan hátteret, melyeken belül ők a saját feladatukat, a saját ötletüket meg tudják valósítani, és ezt a lehető legjobban a piacra tudják vinni. A harmadik kérdés a finanszírozás kérdése. Startupokra rengeteg pénz van, a tőke alapvetően keresi a jó ötleteket, ez az Európában is így van, de meglehetősen nagy aránytalanságokat lehet észrevenni a startup finanszírozásban. Uh, míg mondjuk Magyarországon például 1 millió forintot aránylag könnyen be lehet húzni egy startup ötletre, ez az összeg Nyugat-Európában már 10 millió forint, még az Egyesült Államokban akár 100 millió forintos nagyságrendet is elérhet a kockázati tőke bevonódása az izgalmas ötletekhez. Ez az aránytalanság mindenképpen azt szüli, hogy az ötleteket inkább az Egyesült Államokban célszerű megvalósítani, nem pedig itt kelet-közép-európában. Éppen ezért célszerű, hogy legyenek olyan kezdeményezések, melyek kimondottan keresik és segítik, inkubálják az információbiztonsággal kapcsolatos termékötleteket, ezzel segítve őket az első finanszírozáshoz és segítve őket az európai és az amerikai piacra. Az Európai Unió kutatásfejlesztés innovációs keretrendszerében egyébként lehetőség van ilyen startup támogatási források megtalálására is, ezek viszont egyenlőre a kiberbiztonsági szakterületen nem túlságosan sikeresek. A régióban egyébként vannak olyan ökoszisztémák, melyek kimondottan az információbiztonságot célozzák meg. A Román eh, startup ekoszisztémában, például Kolozsvár mellett eh, van tudomásunk olyan startup kezdeményezésekre, melyek információbiztonságiak. Lengyelországban, Krakóban találtunk ilyen, ilyeneket, Csehországban, eh, Brünó közelében találhatók, illetve Észtországban, Tallinnban van olyan kimondott kezdeményezés, mely a kiberbiztonsági startupokat keresi. Magyarországon is 2019 tavasszán indult el egy olyan kezdeményezés, az OXO Cyber Security Labs, melynek feladata dedikáltan a kiberbiztonsági ötletek föltalálása és támogatása az első befektetéshez, illetve a piacra segítése. Azt tehát látszódik, hogy a régiónkban is vannak kezdeményezések, ezek azonban tőkeszegényebbek és kapcsolatszegényebbek nyilvánvalóan, mint a nyugati és elsősorban amerikai cégek. Éppen ezért fontos a régiós együttműködés, és fontos az, hogy az európai szinten térfélen is minél jobban megjelenjenek ezek a kelet-közép-európai kezdeményezések. Ennek támogatása, illetve a finanszírozási igénye alapvetően kevesebb, mint hogyha nyugaton lenne szükség ezeknek az elindítására, viszont éppen ezért szükségesek azok az állami támogatások is, melyek piacra tudják juttatni, a nyugati e Európai Uniós tagországokban is az itt létrejövő megoldásokat és ötleteket. Sokat segíthet, hogyha a kiberbiztonsági jogszabályból egyelőre még hiányzó kutatásfejlesztés-innovációs terület végre elfogadásra kerülne az Európai Unióban. Ennek érdekében a tanács kiberbiztonsági központokat tervez létrehozni. Ez három szinten történhetne meg. Elsősorban létrejönne valamelyik Európai Uniós tagországban egy olyan központ, melynek feladata, a kutatásfejlesztés innovációval kapcsolatos források koordinálása, támogatás annak érdekében, hogy ez a bizonyos 2 milliárd euró a Horizont Európa programból jól kerüljön elköltésre. Ez az Európai Kiberbiztonsági Ipari Technológiai és Kutatási Központ nevet viseli, és jelen pillanatban egy tagországi tárgyalás folyik arról, hogy pontosan milyen felhatalmazással működjön ez a központ. Figyelembe véve, hogy az ENISA, az Európai Hálózatbiztonsági Ügynökség e, párhuzamosan kéne ennek működnie, ne legyenek olyan átfedések a hatókörök, hatáskörökkel kapcsolatban, melyek nehezítenék a központ működését. Ennek a központnak a központja, azaz a székhelye egyelőre nem ismert, hogy melyik országban lesz, több európai ország is bejelentkezett annak érdekében, hogy ezt a központot vendégül láthassa. Viszont minden országban létrejön majd egy nemzeti koordinációs központ, mely egyszemélyi felelősként lesz felelős azért, hogy az országon belül a forrásokhoz minél többen hozzáférhessenek. A forrásoknak a hozzáférhetősége pedig a kiberbiztonsági kiválósági központok hálózatán keresztül lesz majd lehetséges. A jelenlegi elképzelések alapján ezek olyan állami kutatásfejlesztés innovációs intézmények lesznek, mint például a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézete, melyek segítik azt, hogy az európai kutatási pénzek el tudjanak jutni a piaci köz a privát és egyben erősítik azt, hogy az egyetemeken, például az egyetemeken vagy a kutatóintézetekben, non-profit kutatóintézetekben rendelkezésre álló tudás és a piaci tudás és igény találkozhasson. Éppen ezért nagyon fontos, hogy nemzeti szinten még a jogszabály elfogadása és a következő kutatási időszak megkezdése előtt a kiberbiztonságban érdekelt szereplők egymással együttműködve kialakítsák azt az a hálózatot, melyen keresztül az európai kutatási pénzek hozzáférhető válnak majd a jövőben. Ennek az elképzelésnek a pilotolására, kipróbálására az Európai Bizottság 2019-től kezdve négy projektet, négy kiemelt projektet indított el. Ezek a Concordia, a Cyber Security for Europe, az ECHO, illetve a Sparta nevű kezdeményezések. Melyek számos Európai Uniós tagországot egyesítenek és fognak össze, és próbálják kialakítani, hogyan tud majd működni. Ez a háromszintű felosztás hogyan ö, valósítható meg az, hogy az európai kutatási pénzek a, pénzek a leghatékonyabban jussanak el az innovációval foglalkozó magán, illetve közszereplőkhöz. Jelen pillanatban ezek a projektek most már lassan egy éve futnak, megvannak az első tapasztalatok, és február hónapban, ismertetésre is került ezeknek a projekteknek az első eredmény halmaza Brüsszelben az Európai Bizottság érintett tagjai között. Az ECHO az egyetlen olyan projekt, melyben van magyar szereplő, a Semmelweis Egyetem vesz részt tagként. Ennek az ECHO projektnek a célja elsősorban az, nyilvánvalóan összhangban a lendő jogszabálytervezettel az, hogy végig próbálják, kipróbálják, hogyan tud egy ötlet eljutni a megvalósítási fázisig. Itt a kiemelt fókusz olyan kulcsfontosságú iparágok, mint például az egészségügy területének a kiberbiztonsági támogatásával foglalkozik. Itt is elsősorban az a cél, hogy a korai információ megosztással, a korai riasztási rendszerrel, illetve a kiberbiztonsági képességek fejlesztésével támogassák az egészségügyet többek között, mely ugye meglehetősen lemaradt a többi iparákhoz képest, és például olyan úgynevezett cyber range olyan tesztgyakorló pályákat helyezzenek el, melyen az érintett szereplők e, gyakorolni tudnak. Ez különösen érdekes annak a fényében, hogy az ENISA a 2020-as Cyber Europe kiberbiztonsági gyakorlatot a kiber, illetve az egészségügy területén megjelenő kiberbiztonsági fenyegetések kezelésére képzelte el. Sajnos a koronavírus miatt ez a gyakorlat elcsúszik 2021-re, de jól mutatja annak a fontosságát, hogy a még kevésbé fejlett, kev kisebb kiberbiztonsági kis kisebb kiberbiztonsági képességekkel rendelkező iparágokban lehetőség nyíljon ezeknek a képességeknek a fejlesztésére. A kutatásfejlesztés innováció tehát fontos, a lehetőség itt van előttünk, viszont ezzel tudni kell élni, és ehhez a legfontosabb az, hogy a tudatosság meglegyen minden szereplőben. Remélem, hogy előadásom segített abban, hogy fölhívom a figyelmet ennek a fontosságára, és minden érintett szereplő figyelemmel kövesse a következő évek fejlesztését. Egyben keresse a kapcsolatot azokkal az intézményekkel, akik részeivé válnak majd az információbiztonság következő évi kutatásfejlesztés innovációs tevékenységének.